Pazarjáték, elképesztő cselek, kivételes technika. Talán így lehetne a legegyszerűbben bemutatni Kubala Lászlót. A legendás magyar játékos játszott a Fradiban, a Vasasban és a Szlován Bratislavában is, de neve mégis a spanyol sztár együttessel, a Barcelonával ford egybe. Az 50-es években a spanyolok által csak Lassinak nevezett labdarúgónak köszönhető a klub nagyjávállása, miatta növekedett meg a szurkolók száma és építették ilyen nagy méretűre a Camp Nou-t. A klub szurkolói őt választották a 20. század legjobb barcelonai játékosának, halálakor pedig úgy nyilatkoztak róla, hogy Kubala nem csak a Barcelona első sztárja volt, hanem ő maga volt a Barcelona. Az 1927-ben született és 2002-ben elhunyt Kubala László tavaly ünnepelte volna 90. születésnapját. Élete és pályafutása előtt ez alkalomból egy vándorfotó kiállítással tisztelektek Barcelonában. A tárlat most a Katalán város, Budapest és Debrecen után Nyíregyházára érkezett. Jól látható, Nyíregyháza ma már annyi sporteseményt tud adni az itt élőknek, ami egy igazán sportos várossá teszi ezt a megyeszékhelyet. És én abban is bízok, hogy ez csak egy első lépés a barcelonai magyarok és Nyíregyháza között. Hiszek abban, hogy a következő időszakban, hónapokban, években sok olyan kapcsolódási pont lesz, ahol a két város, illetve a barcelonai magyarok és a nyíregyháziak majd kapcsolódni tudnak. Ez az első lépés, de nagyon fontos lépésnek tartom. Kubala László azon magyar labdarúgók közé tartozik, akik példaként állhatnak a fiatalok előtt. Ezért is fontos, hogy minél szélesebb körben megismerjék az életét, többek között ezen kiállítás segítségével. Azoknak az embereknek, akik nem hisznek a sportban, vagy nem hisznek a futballban, minden ilyen megemlékezés azért kell, hogy fontos legyen, mert azt bizonyítja, hogy Magyarországon születtek korszakos zsenik a sportban, jelen esetben a futballban, és az arra ad reményt, hogy a mai gyerekek között is biztosan van olyan, akiben hatalmas a tehetség, az pedig már a mi felelősségünk a sportban dolgozóké, hogy ezek a gyerekek be tudják-e futni azt a pályát, amire a tehetségükre desztinálja őket. A kiállítás március 4-ig tekinthető meg ingyenesen a Nyíregyházi Continental Arénában.